Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A kultúra kedvelő városlakók, székesfehérváriak bizonyára egyetértenek velem, hogy kultúrtörténeti pillanat volt a Székesfehérvári Balettszínház megalapítása. Köszönjük ezúton is Egerházi Attilának. Az elmúlt esztendő és az idei év is bizonyította, hogy egy olyan műfaj született meg, talált otthonra Székesfehérváron, ami én azt gondolom kultúra kedvelő ember lévén, hogy mindannyiunk számára nagy öröm. Éppen ezért ugye Egerházi Attilával, az alapító, igazgató, művészeti vezetővel már számtalan beszélgetést láthattak, és végig kísérhettük a Paletta Kulturális Híradóban és magazinban egy-egy darab megszületését. Most azonban mindennek rendelt ideje van, tehát itt az idő, hogy megismerkedjünk Krisztina Porrez Mormeneóval, a vezető táncossal. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönöm szépen a meghívását, örülök, hogy itt vagyok veled. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos igen, hát én azt mondtam ugye, hogy ez egy csoda pillanat volt. Mielőtt azonban elérnénk oda, hogy miért is, hogy vetett a sors ide benneteket Fehérvárra, ismerkedjünk meg veled. Egy táncművésznél az indítatás, az indulás nagyon fontos, és általában korai. De amikor én olvastam, hogy Idestova nem is tudom hány esztendeje, de mindösszesen 4 éves voltál, amikor elkezdte táncolni, arra felkaptam a fejem. Ráadásul egy Barcelona melletti kisvárosból érkezve. Mesélj erről az időszakról. Hát igen, nagyon szép emlék vannak ezek az időszak, amikor kezdtem, igazából nekem nem nagyon tetszett a tánc, csak egy büntetés volt anyutól, mert játszottam focit, és neki nem tetszett, hogy amikor érkeztem haza, akkor minden piszkos, minden elszakad, nem nagyon szerette ezt a fajta viselkedés, és akkor mondta, hogy neked nő kell lenni, szépen kell mozogni, nem ilyen brutálisan, és azért kezdtem táncolni. És az első 4 év, addig nem volt, 8 éve voltam, amikor nekem mondtam, most már nem kell tovább járni a balett, mert már a 4 év szerintem bőven elég, már jobban viselkedsz, mozogsz, mert ez a mozgásról szólt, meg a disziplina is nagyon tetszett neki, hogy mindenki állt a rút, és senki nem beszélt, és az ő gondolta, hogy segítette az én életem. Nem gondolta volna, hogy én táncos leszek, nem is akart forszírozni ezen az irányba. De amikor mondta, hogy már elég nekem, akkor nagyon tetszett, és mondtam, nem, most maradok, most szeretném tovább menni. És még 2 év maradtam ebbe az iskolába, ahol voltam, a kisváros, és a tanárnő ajánlotta nekem, hogy van egy nagyon profi iskola, hol konzervatórium hívjuk, főiskola Barcelonában, amit elég messze tőlünk. De persze én akartam táncolni, és anyu gondolta, hogy ha ilyen ügyes, és ők felvesznek, akkor megyünk oda lakni, és akkor jártam először, 12 éves voltam. Kifedezte fel, hogy ez a gyönyörűséges, tűzről pattant katalán kislány tehetséges? Az én tanárom, igen, ő kitalálta, hogy milyen érdekes, hogy szép a lábam, az egy dolog, nekem soha nem volt nagy tágítás, nekem nagyon sokat kellett dolgozni, hogy tágítjon. És azt mondta, hogy van érzés, mert nem csak az fontos a gyereknek számára, hogy szép a lábad, és itt fel tudsz emelni, hogy van érzéked, és ilyen szenzitív ember vagy. Arra nagyon, nagyon fontos, hogy az ember nem csak itt dolgozik, mint egy robot, hogy van egy érzék a táncra, meg a zene. És nekem nagyon jó füle volt, már jártam zeneiskolában is akkor az időben, és a tanárnő azt mondta, hogy ilyen tehetséges, akkor próbáljuk meg, hogy mit mondjak a barcelonai iskola. A klasszikus balett mennyiben segít, hogy aztán később ugye a kortárs lett a műfajod, de a klasszikus az alap, ugye? Ez az alap, igen. És én nagyon ügyesen tudtam mozogni a kortárs balett, a kortárs órán, és a tanár azt mondta, mert a konzervatóra főiskolán van 4 év, amit minden csinálsz. Flamenco, néptánc, ami néptánc, katalán néptánc, az is sardanas, az is volt. Nekem kasztanyetát is kellett tanulnom, meg kortárs és balett.
és a negyedik év mindig kell mondani, hogy te melyik irányba szeretnél menni, mert akkor specializáció van, csak erre az irány tanulsz. És a tanárnő azt mondta, hogy te kortárs nem, egyértelmű, hogy kortársra fogom, én mondom, nem. Hát egyébként nekem nagyon hiányzik a spicipő, meg az a balett technika, akkor én arra megyek, mert ez hiányzik a több. A kortárs nekem könnyebb, és én se akartam ilyen kortárs táncra táncolni, ami csak mozog a fejjel, repül a haj, és ennyi, nincs technika alapján. Nekem nagyon tetszett a Nacho Duato akkor az időben, a Kilian, akik nagyon-nagyon kemény klasszikus technikája alapítottak a kortárs mozdulatnak. És azért mondtam, hogy inkább megyek arrafelé, nem akartam főszerepet táncolni, mint klasszikus balett, de tudtam, hogy nagyon fontos és nagyon kell, mert ez balett nélkül nem tud menni az a kortárs, amit én képviselek. Van egy kritikus időszak, az mindig valaki felnőtt korba lép. 18 esztendős voltál te magad is, amikor nyakadba vetted a világot. Én azt mondtam itt játékosan, soha az életben nem hagynám el Katalóniát, ha ott születek, de hát egy balettáncos, akinek hivatása van és tehetsége, az nyilván el kell, hogy induljon egy úton. Igen. Hogy indultál te magad? Hát én először mentem nyári kurzusra, Prága nyári kurzus, az utolsó éven, amikor már szerintem több mint 10 próbatáncra mentem a Európán. Egyik együttes, kaptam egy szerződést Németországba, de nem nagyon tetszett a repertoár, az az együttes, ahol kaptam, és gondoltam, hezitáltam, hogy igen vagy nem. És akkor, amikor mentem Prágába először ezen a workshop, találkoztam Attilával, és az ő koreográfia, táncoltam, és mondtam, hát ez, amit keresek, ezt a fajta tánc. És akkor beszéltem vele, hogy ha van hely az ő együttes, mert nem láttam hirdetés, mint próbatánc, az mondta, hogy nem, de ajánlotta, ha akartam menni hozzá, mint ösztöndíjas. Ugye előtte jártál már, voltál Lengyelországban, Ausztriában, Hollandiában, és ez pedig egy köztes időszak volt, hiszen jól emlékszem, akkor Attila a Gödöllői Színház, Gödöllői Táncszínház után került a Bohemianshoz Prágába. Igen. Otthonra találtál Prágában? Tehát ugye ez egy próbatánc lehetőség volt. De ez hát, egy kurzus, ez egy kurzus. Nyári kurzus volt, amit nagyon köszönöm a tanárok, az intézmény, ahol dolgoztam, a iskola, ahol dolgoztam, mert ők ajánlottak, hogy valamelyik táncos, akinek még nem volt szerződés és munkahely, akkor ott tudtunk találkozni más koreográfussal, és ott találtam Attilát. De ez egy nyári kurzus, és szerintem nagyon fontos, hogy az emberek ellen az irányba is mozognak, mert soha nem tudhatod, ahogy nekem sikerül, lehet találni egy jobb hely, mint egy együttes, ahol te csak próbatáncra mész, és 100 ember vannak közte, és nem lehet látni mindenki tényleg ilyen sokáig, mert ez egy hét, nem egy nap. A próbatánc az egy nap. Mész, csinálod, ha rossz nap van, akkor már nincs lehetőség. De egy héten keresztül lehet jobban ismerni a mozdulattal a koreográfus, és ő is lát téged, hogy fejlődsz, hogy dolgozol, és azért ajánlotta Attilát ezt a lehetőség, hogy menjen, mint ösztöndíjas, és akkor kezdtem dolgozni először a Magyar Balett Színház. Krisztina, melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy megérkeztem? Tehát itt van a helyem, és ez a jelenem, és a jövőm is. Hát amikor mentem már Barcelonába, először, amikor jöttem Godolón, és kezdtem dolgozni az együttes, egy 3 hónap után már éreztem, hogy wow, ez a helyem, nagyon tetszik a munka. Nagyon más az életmódus itt Magyarország, mint Spanyolország, az igaz, de ez nem bánt, vagy nem rosszul vettem ezt a lapot, hogy nagyon korán sötét, vagy esik a hó, vagy az emberek így sétálnak, és sokkal hidegebb, az egyértelmű. Messze a családból, messze a barátnak, mert amit
csináltam, nagyon tetszett, és az ott tényleg otthon éreztem magam, csak tehát, azért, mert nagyon jó munkát végeztünk együtt. Tehát otthonra lehetél egyik oldalról, és megtaláltak azok a táncos szerepek, amelyek illenek hozzád, azok a főszerepek, amelyek mindig előre visznek. Ez egy kicsit később jött, de igen, az elején már elég volt nekem bemenni a színpadra egy kis szerepet, egy két perc, már nagyon boldog voltam. Melyik volt a táncos pályafutásodban, így már felnőttként, az a kulcspillanat, ami valódi táncossá tett, balerinává tett? Hogy emlékszel erre? Emlékszem, amikor először táncoltam Jiří Kilián-t, az nagyon nagy lépés előre volt nekem. Már éreztem, hogy wow, már magas szintű koreográfiát táncolok, és nem is rosszul. És amikor kaptam először a Mikaela szerep a Carmen, a Tilat koreográfia, ott is éreztem, hogy wow, egy főszerep kaptam, és ez úgyis, ha kicsi, mert nagyon kicsi a szerep, nagyon izgultam, és nagyon láttam, hogy wow, sikerült, hogy nagyon tetszik, és az négy év után, amikor kezdtem először dolgozni egy együttesen, négy év után jött ez az érzés, hogy most már kész vagyok, most már tudok mit csinálni, most már tudok táncolni. Most már nem izgulok ennyire, mint az elején, mert remeg minden, mikor mész a színpadon. Most már az a negyedik év után már éreztem, hogy lázan tudok, már észrevettem, hogy mit kell, mit nem kell. Előbb csak csináltam, és akartam jól csinálni. Utána már jött a tudatos, a tudatosan tudtam táncolni. Ez nyilván fontos. A koreográfiák közül melyek azok, amelyek illenek hozzád, amelyeket mindig szívesen megvalósítottál? Hát, Kilián, Egerházi, az első sorra, Egerházi Attila is nagyon szeretem. Tudok mondani még Macek, Rui Orta, nagyon tetszik. Václav Kunes is táncoltam, egy darab tőle nagyon tetszett. Jiří Pokorný, még nem táncoltam, de nagyon izgalmas. Krisztál Pájt, ő is nagyon jó. Rendkívüli kihívás a kortárs balett? Hiszen összehasonlítási alapod, nyilván neked van szakmai összehasonlítási alapod. Mi a kívülállók, balettet kedvelők, általában a táncot kedvelők, azt látjuk, hogy a klasszikus balett és a kortárs balett között óriási különbség van. Technikailag is, történetmesélési szempontból is, tehát táncszínházi szempontból is, ha úgy tetszik. Igen. Számodra melyik a nyilván most már a kortárs, de mi az a különbség, ami leginkább szembetűnő? Hát nekem a balett, úgyhogy mint Krisztina Porres Mormenő, én tudom, hogy hol van a határ a klasszikus balett. És én megoldom, de nem szeretném megoldani, szeretném tökéletesen csinálni, és az még nem tudom a klasszikus balett, hanem csak erre a pálya megyek, és ez nem, nekem nem kreál egy olyan érzés, hogy kényelmesen csinálom valamit, és tudok fejlődni ilyen irány, mert általában nekem egy nagyon cirkus a klasszikus balett. Nagyon csak kell gyakorolni, hogy menjen a piruett, hogy menjen a lábad, hogy menjen egy három-négy dolgot, amit nagyon fontos a klasszikus balett, amikor táncolsz picipőből. Biztos, ha dolgozom rajta, és erre a pálya megyek, tudok fejlődni és jól csinálni, csak nem okoz nekem boldogság, mondjuk így. Nekem nem üresen végeztem, jó, sikerült, de hiányzik valamit, hiányzik az érzés, nem, hogy csak bemész a színpadra, és végig csinálod nagyon jól minden, vagy nagyon kétfajta, nagyon sajnálsz, vagy nagyon boldog. És ez a két közte is vannak színek, amit szerintem a kortárs táncra sokkal jobban tudok kifejezni magam. Elmosolyodtam, mert tündéri volt, amit mutattál most. Igen, ugye csak két, nem tudom, a klasszikus balett nagyon határ, nagyon beleteszi egy doboz, hogy mit kell érzened, hogy kell csinálnod, és ennyi. És így a határ végig kell táncolnod. A kortárs balett sokszor ad neked egy ingyen, mondjuk így, egy
a te érzésed tudod tenni. Igen. Nem csak amit vár tőled a koreográfia. Vannak napok, ami sokkal jobban érzem, hogy sírok belül, mint másnap, mert lehet, hogy az nap sokkal boldogabb vagyok. És az nagyon tetszik, hogy így tudok játszani az érzéket is. Igen, hiszen azt mondják, a táncban megtanulunk szavak nélkül a test, a lélek, érzelmeink, nőiességünk finom nyelvén kommunikálni. Ha már itt tartunk, a nőiesség, ugye nagyon-nagyon fontos a külső. Én azt gondolom, hogy a balettáncosoknál nagyon kevés szebb ember van, ha úgy tetszik. Így aztán nem is csodálkozom, hogy társra találtál pontosan ezért. Tehát most megérkeztünk oda, hiszen tudjuk, hogy Egerházi Attila immáron a hites társad, lelked jobbik fele, hivatalosan is. Ez mit jelent egy táncos számára, ha beleszerelmesedik oda-vissza természetesen a koreográfus művészeti vezetőbe? Veletek hogy történt? Hát érdekes volt, mert ahogy te is tudod, elég nagy különbség van az év köztünk. Én Attilával, amikor először találkoztam, mint igazgató, én éreztem, hogy egy nagyon őszinte ember, és az már nagyon tetszett, mint ember, nem csak mint igazgató is, de mint ember nagyon tetszett, hogy mennyire segített minden. Nekem még az egyik táncos, aki jött velem, mint ösztöndíjas dolgozni a Godolon együttessel. Én amikor jöttem először Magyarországon, már volt párom Spanyolországban, de persze nagyon messze voltam, és az nem nagyon sikerült itt tartani. Attilával vele szerintem ez időkérdés volt, mert én nem volt egy első látásra szerelmes, de ahogy mi dolgoztunk együtt, mi segítettünk egymást, és sok időt töltöttünk együtt, igen, sikerül érzés. Az érzés először ijesztő volt, mert ahogy te mondod, ez egy igazgató volt először, mint ember, és nem értettem, hogy miért érzem ezt, hogy nem csak mint igazgató szeretem őt, vagy mint ember, hanem mint pár volt valamit, amit már nem volt normál. És az igaz, hogy anyuval beszéltem először, hogy figyelj, van ezt az érzés, hogy nem tudom miért, szerettem Attilával lenni, és amikor nincs velem, már hiányzom. És azt mondta, hogy figyelj, ha így oda-vissza van azt az érzés, akkor mi a baj? Mondom, a baj, hogy apukám tud lenni, tudod? De ha ezt ne foglalkozol vele, ha te szeret, nem erről szól, hogy hány éves van az ember. Ha szeretsz, és együtt jól érzetek magatot, akkor az kinek érdekel, mert te holnap elmész, az élet nem erről szól, hogy te minden kalkulálsz, és minden nagyon úgy kell csinálni, mint a többiek, mert igen, hogy... Igen. És tényleg vele gondoltam, mondom, oké, legalább próbálunk, mert ki tudja, hogy az elején ez volt, próba volt, hogy wow, sikerülni fog, és természetesen sikerült. Nagyon és jól sikerült. Is. No, hát azt hiszem, hogy a boldog táncosnál nincs jobb egy társulatban. Igen. Viszont a különböző váltások, itt gondolok, hogy országváltások, városváltások, új-új szituációk, azok mennyire viselnek meg egy táncost? Szerintem ezt már tudjuk, amikor kezdtünk ezt a pályán, már mind táncos, mindenki tudja, hogy lehet, hogy nem otthon fogsz dolgozni, és lehet, hogy 5 évre egy helyen, és egy év egy másik helyen, az soha nem tudhatod, de ha találsz a hely, ahol kényelmesen tudsz dolgozni, és az igazgató, meg a koreográfiát, amit táncolsz, tetszik, a város, ahol élsz, jó, tetszik. Az sem nagyon fontos, mondjuk úgy, mert én Csehországban nem nagyon otthon éreztem magam, de boldogan dolgoztam ott, mert amit csináltunk, az nagyon magas szintű tudtunk csinálni. Mit gondolt az a mag? Hiszen egy csapat vagytok, egy kis létszámú csapat voltatok, hogy... szóba került, hogy Székesfehérvárra jöttök. Mi volt az első reakciója a csapatnak? Hát nagyon örültek. Először, mert Magyarország még nem volt túl messze Csehországba, hanem mentünk Hongkongba, vagy valahol a világ vége. Magyarország, sokszor, amikor jöttünk turnézni, sok táncosok mondtak, hogy ja, sokkal jobb az emberekek, hogy beszélnek, hogy próbálnak kommunikálni. Szép a Budapest város, szép Székesfehérvár is, nagyon tetszett.
És az volt a legjobb dolog, hogy tudtunk, hogy Attilával fogunk dolgozni. És azt szerintem mozgat minden. Tök mindegy, hogy hol. Az a szerencsés volt, hogy ilyen jó város jöttünk is, de hogy Attilával dolgoztunk, hogy akartunk dolgozni, és így sikerül kitalálni a helyünk, akkor ez mindenki... Rendkívüli kihívás lehetett számotokra, hiszen Székesfehérváron a balett egy jószerivel ismeretlen műfaj volt. Ti meghoztátok ide, a kezdet nehéz volt, de nem annyira, én ezt néző szemével mondom, mint ahogy gondoltam én magam, hogy lesz-e néző a balettre. Igen. Lesz-e a kortárs táncszínháznak elegendő, úgymond elkötelezett híve. Így történt egyébként, tehát egy sikersztori a tiétek mindenféle értelemben és módon. Most sem soroljuk ezt fel a repertoárt és a premiereket, mert valamennyi siker volt. És ennek kapcsán kérdezném, hogy fontos volt számotokra, hiszen ezt is elmondom minden fórumon, hogy mélységesen tisztelünk benneteket azért, egyik oldalról a nyelvtanulásokán, a másik oldalról, hogy tanúja voltam, és tudjuk, hogy próbáltuk megismerni Székesfehérvárt. Ez egy nagyon komoly döntés volt részetekről. Igen. És tesztek is érte. Igen, és nagyon örültünk, hogy az első bemutatónk itt állva tapsoltak a közönség, az nagyon, nagyon jó érzés, nem tudok elmesélni, mert amikor zárt a függöny, meg sírtam is erről a nagyon jó bízón, amit kaptunk tőlük, és még mindig kapunk, az nagyon jó látni, hogy még szeretik, és meglepődnek sokszor, hogy wow, nem gondoltam volna, hogy a tánc előadás ilyen jó, meg az nagyon, mindig nagyon jó kapni ezek a kommentek. És én szerintem nagyon nagy dolog, amit csináltunk itt a város, mert tényleg, ahogy te mondtad, nem volt előbb valamit példát, hogy mi a táncra, vagy hogy működik, hogy dolgozik egy balett együttes. És én szerintem lassan itt kezdünk építeni és megismerni a közönség. Még mindig nehéz, mondjuk így, sok előadást csinálni, mert még mindig nem sokan ismernek minket, de azért nagyon köszönöm, hogy itt tudok lenni, és az emberek jobban és jobban ismernek minket, mert nagyon fontos nem ugyanazt táncolni 10 embernek, mint teltház. És az nagyon fontos tudni, hogy ez a oda-vissza energia, az mindig nagyon jól esik, és itt a város szerintem elég jól fogadtak el ezt az ötlet. Az előbb arra is utaltam, hogy próbáltuk megismerni a várost, és ez nagyon tiszteletre méltó. Igen, nagyon. Hiszen láttok, hogy együtt közlekedtek, ott vagytok itt is, ott is, Fő utcán, másutt, Romkertben, és itt hát tovább. Amikor nem dolgozunk, akkor próbáljuk egy kicsit itt, hogy lássuk. A társulatépítés ugye nem fejeződött be, az évadnyitón nagyon sok új táncost ismerhettünk meg. Ez egy folyamat része? Nem mindig van ilyen sok fluktuáció. Félek az elején, amikor még nem ismerünk egymást, akkor igen, akkor szokott mindig változás történni, de nem szoktunk cserélni rendszeresen táncosok, és nem szoktak a táncosok menni. Most ez az első év így történt. Én szerintem nem segít a csapatnak, hogy sok táncosok cseréljünk, és most nem is látom, hogy a jövőn sokan fognak menni, vagy jönni. Én szerintem jobb, ha egy-kettő maximum, ha senki, akkor jobb is, de mindig van egy kis esély, hogy a táncosok nem érzik itt jól, vagy nem találtak a helyet, vagy nem kaptak elég szerepet, amikor jöttek, és gondoltak, hogy több szerepet fognak kapni, és azért mennek. Azt nem tudhatok, de én szerintem jól tartunk a balancba, és most ezen az évben nagyon jól alakul a csapat, és remélem, így maradunk most vezető sokáig. Táncosként eddig ugye edzetted is, ha úgy tetszik, a csapatot, most némiképp azért van már segítséged ebben. Igen, van egy új balettmester, a Vladan Jovanovics, és ott szokott tartani órák, mert
A balettbe tanítás még nehezen tudunk vele dolgozni, mert nem ismeri az összes repertoár, és én még mindig tartom a frontot erre, de ez a terv, hogy utána még ő is tud próbálni velünk és betanítani darabok. Rómeó és Júlia teljes siker volt, a homokrajzok nem különben, úgyhogy jó ez az út. Most pedig a végén, ugye nem árultam zsákba macskát, néhány olyan kérdést kell, hogy feltegyek, amelyek általánosak elvileg, kellően játékosak ahhoz, hogy egy kicsit mosolyogjanak a nézők is, és egy választ kérek rá. A tánc megszállottja vagy, ha itt ez a kérdés, kineveted az olyan embereket, akik azt mondják, a sportolás kemény dolog? Hát nevetés nem, mert nem szeretném annyira. Hát ez a sport kemény, biztos kemény, nagyon kemény, de a tánc én szerintem máshogy kemény, mondjuk így, mert nem szeretném mondani, hogy a sport nem kemény, nagyon kemény műfaj, de a tánc azért, mi sportolunk, zene kapcsolatban vagyunk, koordináció, meg több órát is dolgozunk naponta, mint a sportolók, hogy odaérünk egy, és rendszeresen cserélünk repertoár, amit ők nem gondolom, hogy mindig. A gyakorlás lesz tökéletessé, számodra ez nem csak egy mondat, hanem életfilozófia. Bocsánat? A gyakorlás. A gyakorlás. Igen? Igen. Több időt töltesz a táncteremben, mint otthon. Az biztos. Ha zenét hallasz, fejben már csinálod is hozzá a koreográfiát. Igen? Automatikusan. Ha unatkozol, legszívesebben negyedik pozíciós túrokat gyakorolsz. Igen? Számodra a béka nem egy állat, hanem egy nyújtási póz. Pontosan. Ez igaz? Képtelen vagy elmenni úgy egy tükör előtt, hogy ne csinálj néhány gyakorlatot? Igen, az, a tükör ez vicces, mert mindig, amikor sétálunk együtt az utcán, és van egy hely, ahol lát magad, mindenki, egész csoport arra fordul és nézi, hogy ez igen. Nevető görcsöt kapsz, ha egy civiltől azt hallod, hogy fáj a lába. Igen. Igen? Mindig fáj valamit nekünk. Hát igen. Nos, több sebb van a lábfejeden, mint bárki másnak az egész testén. Ez valamelyest igaz? Igen. No, hát ennyi játékosan. Én viszont nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ez nem titok, hiszen lépten nyomon hangoztatom és hirdetem. És nagyon köszönjük. Mert hogy nagyon fontos ez a műfaj számunkra. És ahogy elkezdtem, itt keretbe zárjuk ahhoz, hogy Székesfehérvár valóságosan a kultúra városa legyen, ahhoz nagyon fontos a színház, a balett, fontosak a könyvek, fontosak az íróink, költőink, képzőművészeink, és azzal, hogy így most egységes kerek egésznek érezhetjük Székesfehérvárt, mint a kultúra városát, ahhoz nagyon sokat tettetek hozzá, és ezúton is köszönöm szépen neked. Mi is, és minden jót. Természetesen fogunk találkozni valamelyik bemutató előtt, vagy a bemutatón. Köszönöm, biztos, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örültem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Krisztina Porrez Mormeneo volt, a Székesfehérvári Balett Színház vezető táncosa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!